Az ország bíróságain a korábban kialakult gyakorlat alapján július 15-től augusztus 20-áig tart a törvénykezési szünet, tehát polgári ügyekben a határidők számításakor ez az időszak nem vehető figyelembe. Polgári ügyekben is van azonban kivétel soron kívüli eljárásra. Büntető ügyekben pedig a bíróságok folyamatosan ellátják a törvényi feladataikat. Dr. Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke, vendégem, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Na hát én nagyjából össze is foglaltam a leglényegesebb pontjait annak, hogy melyek a szabályok polgári ügyszakaszban, büntető ügyszakaszban és hát a cég bírósági végelszámolási eljárásokban erre az időszakra. Itt a nyíregyházi törvényszéken mikor lesz tehát az ítélkezési szünet és mit jelent ez? Tehát, mint ahogy említette is, július 15-től augusztus 20-áig, ugye most augusztus 20-a egy hosszú hétvégét jelent, mert ott lett 21-én egy munkanapcsere, tehát tulajdonképpen ténylegesen 24-éig a elsősorban polgári ügyszakban törvénykezési, ítélkezési szünetet tartunk. Ez azt jelenti, hogy tárgyalást nem tartunk, csak olyan nagyon sürgős, kiemelt, vagy nagyon soron kívüli ügyekben, mint amiről szó volt, hogy szülői felügyeleti jog megszüntetése, vagy távoltartásos ügyekben tartunk meghallgatást, tehát ilyen kivételes ügyekben. Egyébként pedig a határidők nyugszanak ezen időszak alatt, tehát például fellebbezési határidő nem telik le ez idő alatt. A büntető ügyszak más szabályok szerint működik, tehát itt előzetes letartóztatásról, kényszerintézkedésről, egyéb büntető ügyekhez tartozó döntéseket meghozzuk. Cégbíróság, felszámolás, végelszámolás, tehát a gazdasági kollégiumunk hasonlóan működik az év többi időszakához képest. Úgy lehet ezt összefoglalni, hogy ez nem elsősorban a bíróságok, a bírák miatt született ez a jogszabályi rendelkezés, hanem amiatt, hogy az ügyfelek, a jogi képviselők, a cégképviselők is ilyenkor azért szabadságukat töltik, és polgári ügyekben más eljárás, mint a büntető ügyekben, tehát mindenkinek célszerűbb és jobb, hogyha ezt az időszakot a bírósági tárgyalással nem kell tölteni, de beadványokat fogadunk, a kezelőirodában meg lehet tekinteni iratokat. A 2015. július 1-től van lehetőség szélesebb körben elektronikusan kommunikálni a bírósággal, tehát beadványt megküldeni, vagy a bíróságtól olyan szolgáltatást kérni, hogyha valakinek folyamatban van ügye, és van ügyfélkapus hozzáférése, beregisztrál a bírósági kezelőirodában, akkor arról, hogy mikor lesz tárgyalás, hogy megérkezett a szakvélemény, SMS-ben vagy e-mailben kaphat tájékoztatást. És ez a szolgáltatásunk működik a nyári időszakban is. Ez az új kommunikációs lehetőség ugye július 1-től lépett életbe, és az ügyfelek is használhatják, tehát ezt az ügyfélkaput. Hogyan fogadták a bíróságok ezt a lehetőséget? Nekünk mondjuk adminisztrációs munkakörben ez egy plusz feladatot jelent, de mivel mi egyébként is az ügyek menetét elektronikusan egy úgynevezett BIR programban rögzítjük, tehát abból a szempontból a feltételei rendelkezésre állnak, illetőleg ez abba a stratégiába illeszkedik bele, amely a szolgáltató jelleg erősítését tartalmazza. Tehát az, hogy ítélkezünk, döntünk, ez ugye természetes, az igazságszolgáltatásnak a természete, de nem lehet eltekinteni, hogy a 21. században vagyunk, mint ahogy nagyon komoly sportautókkal járunk, és nem csak lovaskocsival lehet közlekedni. A bíróság sem mondhatja azt, hogy hozzánk csak kizárólag papír alapon és személyesen lehet eljuttatni beadványt, vagy mi ilyen módon tudunk értesítést küldeni az ügyfeleknek. Áttekinthetőbb és gyorsabb is egyébként az eljárás. Visszatérve az ítélkezési szünethez, tehát büntető ügyekben folyamatosan ellátják a törvényi feladatokat a bíróságok. Milyen munkarendben dolgoznak a büntető bírák, hogyan zajlanak a nyár ideje alatt a tárgyalások? Tehát a bírák többsége, meg az alkalmazottak többsége is szabadságon van, de olyan létszámban dolgoznak bíró kollégák mind a helyi bíróságokon, mind a munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken, hogy ezeket a feladatokat ellássák. Tehát mondjuk törvényszéken 3 kollega mindig dolgozik, mert hogy ugye ott fellevitelen 3-ban kell eljárni, a büntetés végrehajtási ügyeket intézni kell, járásbíróságokon is, mind a kezelőirodában, mind pedig bírók olyan létszámban, tehát vagy egy vagy két bíró, attól függ, hogy milyen nagyságú bíróság bent tartózkodik, és ezeket az ügyeket ellátják. Ugye július 15-e munkaszüneti nap, mert hogy ez a bírák ünnepe. Igen, ez a bíróságok napja.
Ez még 2001-től az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, a mostani OBT egyfajta jogelődje döntött arról, hogy az 1867-es a bíróságok önállóságát megteremtő törvény kihirdetésének a napja július 15-e, hogy ez a nap a bíróságok napja legyen, munkaszüneti nap, amikor arra emlékezünk, azt elemezzük, illetve ünnepeljük saját magunkat, hogy milyen módon dolgoztunk az elmúlt időszakban. Ekkor kerül sor elismerések, kitüntetések átadására. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács megszűnésével, ugye bírósági igazgatás átalakulásáról már többször is beszélgettünk, az Országos Bírói Tanács dönt ezeknek a kitüntetéseknek, elismeréseknek az adományozásáról, és Budapesten egy ünnepség keretében az Országos Bírói Tanács elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a kúria elnöke adja át a bírák számára a Juhász Andor díj arany vagy ezüst fokozatot, illetőleg alkalmazottak számára Juhász Andor díj bronz fokozatot, tanácsos, főtanácsosi címet, kiváló bírósági dolgozó címet. Az idén a megye területéről dr. Fázsi László büntető tanácselnök úr részesül Juhász Andordi ezüstfokozatban, illetőleg egy nyírbátori tisztviselő kolléganő, Vajda Istvánné tanácsosi címet kap a hosszú, kimagasló, kiegyensúlyozott munkavégzésére figyelemmel. Előre is gratulálunk nekik, de szerintem erről szólni és beszámolni köszönöm is fogunk a későbbiekben. Amikor volt még májusban az összbírói értekezlet, akkor egyenletes és jó színvonalú ítélkezés jellemzi a nyíregyházi törvényszéket, így fogalmazták meg a jelenlévők a munkáját, az egész éves munkáját tulajdonképpen a nyíregyházi törvényszéknek és a járási bíróságoknak, hiszen ebben az is benne van. Többlet munka viszont volt bőven az előző évben, és hát az évnek ez idáig történő szakaszában is mi jelentett sok-sok ügyet a bíróságon? Hát egyrészt a többletmunka az is okozza, hogy volt tartósan távol lévő bíró kollega, tehát aki szülés vagy egyéb ok miatt volt távol, másrészt pedig az év első felében, mondjuk ami szerintem így köztudomású, hogy ugye Nyírbátorban van befogadó állomás, a menekültek befogadó állomása, és az év első felében már kétszer annyi ügyben, kétszer annyi személy őrizetbevételéről vagy meghosszabbításáról kellett, hogy a nyírbátori kollégák döntsenek. Nagyon sok szabálysértés ügyünk érkezett az első fél évben, itt történt egy átszervezés, a bíróság elé állítás, tehát amikor soron kívül szabálysértés ügyekben döntünk, ez csak Nyíregyházán történik. Ugyanúgy nagyon sok ügyünk érkezett büntetőügyszakban, elsősorban vagyonelleni bűncselekményeknél, tehát lopás és ehhez hasonló cselekmények, megszaporodtak azért az embercsempészet és a cigarettacsempészeti ügyeink is, ezek ugye nagy volumenű a törvényszék első fokán zajló vagy befejezett ügyek, éppen az elmúlt héten fejeződött be egy nagyon nagy szervezetbűnözéssel is összefüggő hasonló ügy, illetőleg polgári ügyszakban is elég sok ügyünk érkezett, ami mondjuk számosságban kimagasló és megoldandó feladatot jelent. Nagyon sok ügy érkezett a munkaügyi bíróságra, rendészeti dolgozók különböző pótlékaival kapcsolatosan. És ami még jellemző volt az év elején főként, de talán utána is, az az elszámolással kapcsolatos, illetve a devizahitelekkel kapcsolatos ügyek. Ezzel kapcsolatosan van-e még sok ügy a bíróságon? Mi most a jellemző? Ugye tavaly nyáron, éppen így augusztus elején felfüggesztésre került az akkor folyamatban lévő 225 ügyünk. Azóta már érkeztek ilyen felfüggesztésre érdemes, illetve felfüggesztendő ügyek. Úgyhogy ezeknek az ügyeknek a folytatása azon múlik, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy fölhívjam a figyelmet azoknak az ügyfeleknek, akiknek felfüggesztett ügyük van nálunk, hogyha megtörténik az elszámolás, ugye a Nemzeti Bank pénzügyi békeltető testületéhez lehet fordulni, vagy a banki elszámolás megtörténik, de szeretnék folytatni az ügyüket, akkor nekik maguknak kell kérni ennek a folytatását. Itt a határidők szeptemberben fognak lejárni, tehát várhatóan ezek az ügyek folytatódni fognak, illetve van egy speciális eljárás, hogyha nem elégedettek az ügyfelek,
azzal az elszámolással, amit az egyes bank küld nekik, akkor a pénzügyi békéltető testülethez kell fordulni, ha az ő határozatukkal sem, akkor pedig itt a Székhely járásbírósághoz, tehát a megye egész területéről Nyíregyházára kell fordulni, és titkár kollégák elsősorban, de bíró kollégák is nem peres eljárásban csak azt tudják majd megerősíteni, vagy cáfolni, hogy maga az elszámolás és a békéltető testület törvényességi felülvizsgálata megfelelő volt-e. De mindezt már csak augusztus 24-e után, az ítélkezési szünet után. Ez egy olyan kivételes eljárás, tehát hogyha ilyen határozatot kapnak a tisztelt ügyfelek, és hozzánk elküldik, akkor ebben az ügyben eljárunk, mert 30 napos soron kívül eljárunk, 30 napos a határidő, tehát ez nem, tehát ezt nem akasztja meg a törvénykezési szünetnek a határideje. Elnök asszony, köszönjük szépen! Én is köszönöm az érdeklődést!